Győrbe látogatott Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár, aki azután, hogy dr. Dézsi Csaba Andrással, Győr polgármesterével találkozott, a Városi Diákfórumot látogatta meg. Megtisztelő számomra, hogy eljöttek ide hozzánk, és a helyettes államtitkár azt is megtisztelte látogatásával városunkat és önkormányzatunkat, városházánkat. Nagyon fontos a fiatalság Győr város számára, hiszen a jövő, amit tulajdonképpen a mi felelősségünk felépíteni azért, hogy a gyermekeink, unokáink is abban a világban, egy jobb világban élhessenek tovább, mint ahogy mi megörököltünk a szüleinktől, nagyszüleinktől. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a Városi Diákfórum ülését dr. Dézsi Csaba András. A polgármester szerint fontos, hogy meghallgassák a diákok véleményét. Nem mi idősek találjuk ki azt, hogy mit szeretnének a fiatalok, hallgassuk meg őket, és úgy gondolom mindig ez a legcélszerűbb, hogyha valakinek a sorsáról dönteni akarunk, már pedig mi a jövőt építjük a fiataloknak, utódainknak, akkor kérdezzük meg őket, hogy milyen világban szeretnének élni. Rácz Zsófia az eseményen elmondta, több városba is ellátogat, hogy megismerkedjen a fiatalok álláspontjával, amit aztán közvetít a döntéshozók felé. Gyakorlatilag az a célja, hogy tudjak veletek beszélgetni, és kérdéseket tudjak feltenni nektek. Nem az a célom, hogy elmondjam, hogy én mit gondolok dolgokról, vagy én hogy látom a világot, hanem szeretném tőletek begyűjteni azokat az impulzusokat, vagy azokat a kérdéseket inkább, amik megfogalmazódnak bennetek, vagy mik azok a dilemmák, amik a jövővel kapcsolatban foglalkoztatnak titeket, mert úgy gondolom, hogy hitelesen képviselni minket, fiatalokat, csak akkor tudom, hogyha megvan a fejemben az a tudás, hogy ti mit gondoltok, akkor tudunk személyesen és őszintén beszélgetni azokról a kérdésekről vagy problémákról, amik foglalkoztatnak titeket. A Városi Diákfórumon aztán Rácz Zsófia meghallgatta a fiatalok véleményét, és az elhangzott ötleteket, javaslatokat felterjeszti a döntéshozóknak.